Együttműködés. 10 szálláshelyjel kötött partneri megállapodást a kaposvári virágfürdő. Zöldebb város. 550 millió forintból fejlesztenek Igalban. Kötet mesél Szirmai Mártáról, Hegedis György mutatta be új könyvét. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 10 újabb szálláshelyjel kötött együttműködést a kaposvári virágfürdő. Ennek értelmében kedvezményt kapnak a partner szálláshelyek vendégei a létesítménytől. A vízi szolgáltatásokat igénylik is a turisták, és minden korosztály szívesen tölti idejét élmény és gyógyfürdőben, hangzott el az együttműködések aláírásakor. Eddig 4 szállásadóval volt kapcsolata a kaposvári virágfürdőnek, legutóbb 10 új partnerrel kötöttek megállapodást annak érdekében, hogy kölcsönösen segítsék és népszerűsítsék egymás szolgáltatásait. Mi már gyakorlatilag a korábbi években is együttműködtünk a virágfürdővel, és a mostani megkeresés is abszolút egyértelmű volt, hogy nekünk nagyon fontos egy olyan szállodának, amelynek nincsen kimondottan wellness részlege, és nem tud ilyen szolgáltatást kínálni, abszolút praktikus, hogyha egy másik piaci szereplővel közösen együttműködve ezt tudja biztosítani. A vendégek igénylik is a szolgáltatásokat és a kedvezményeket, mondta egy másik szálláshely szolgáltató. Egyre fontosabb a vendégeknek a komplex kiszolgálása. Minél több kedvezményt tudunk neki nyújtani, és minél több programot. A vendégek igénylik azt, hogy reggelit kapjanak, igénylik azt, hogy a helyi belvárosi részen, ahol nekünk található az apartmanunk, többféle intézményben meg szolgáltató helyen kedvezményeket kapjanak, és ez az egy rész a fürdő még kimaradt idáig a kedvezmények köréből, és most sikerült ezzel a megállapodással egy új kedvezményt adni a vendégeknek. Az új együttműködésnek köszönhetően a partner szállásadók vendégei 10% kedvezménnyel vehetik igénybe a virágfürdő szolgáltatásait. Nagyon fontos, hogy ez egy élő kapcsolat legyen és működjön, tehát folyamatosan, kölcsönösen ki kell tudni egymást ajánlani. Nyilván ehhez az kell, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk, ők tudjanak a mi rendezvényeinkről, a többnapos például úszóversenyünkről, egyéb rendezvényekről, illetve mi is tudjuk azt, hogy önálluk mire van igény, éppen idősebbek, nek szeretnének programot szervezni, vagy fiatalabbaknak, vagy családoknak, mert annak megfelelően tudunk mi is részleget ajánlani. Mint elhangzott, minden korosztály szívesen veszi igénybe a virágfürdő szolgáltatásait, évente 200 ezer vendég látogat el hozzájuk. A közelmúltban újult meg a wellness részleg, ezt az új partnereknek is bemutatták. Történelmi sikert aratott az SKC, 34-29-re verték a hópárducok a győri Audi Eto csapatát, hamarosan jövünk a részletekkel. Idén Molnár Piroska lett Kaposvár díszpolgára, a díjat szerdán adta át a város polgármestere Szita Károly a Kossuth és Jászai Mari díja színművésznek. Molnár Piroska összesen 25 éven keresztül volt a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja. Olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Zsámbéki Gábor, Asher Tamás és Babarczi László. Többször visszatért a társulathoz, emlékezetes alakítások fűződnek nevéhez, ilyen a 2010-ben bemutatott Nagymama, amelyben a címszerepet alakította. Közel 200 gyermekhez hozták közelebb a vízilabdázást, a sulipóló bajnokságon 2 korcsoportban mérték össze tehetségüket a fiatalok. Az iskolák közötti megmérettetés célja, hogy a gyerekekkel megszerettessék a sportot, és az egészségesebb mozgással teli életre neveljék őket. Több parkolóval, zöldebb területekkel, sétányokkal és játszótérrel is gazdagodik Igal. A gyógyfürdő környezete mintegy 550 millió forintból újul meg, emellett a település központban található régi temetőt kegyeleti parkká alakítják át. A munkálatokkal várhatóan idén októberben végeznek. Egy hete kezdték el az érdemi átalakítást a munkások ezen a területen Igalon. A buszmegállóra, a járdákra és a parkolókra is ráfér már a felújítás és a modernizálás, mondja a polgármester. A járdák, az utak, a sétányok, vízelvezetések, parkolók fognak megújulni, a parkolók száma is növekedni fog, és itt az embereknek a számára élhetőbb lesz, mert háromfajta játszótér lesz a legkisebbektől a felnőttekig,
aztán tartalmaz az a projekt még fásítást, ugye azért zöld város projekt, több ezer facsemetét, illetve cserjét, bokrot fognak elültetni. A beruházás a megyei terület és településfejlesztési programban valósul meg, mintegy 550 millió forintból. Évente több tízezer vendég látogatja az Európa-szerte híres gyógyfürdőt, eddig azonban méltatlan parkolási körülmények fogadták az ideérkezőket. A fejlesztéssel sokkal vonzóbb lesz majd a környék, mondja Pozsár Sándor. Elég nomád körülmények között parkoltak itt az autók, sárba jödve a vendég. Ha ez a parkosítás elkészül, le lesz fiakolorozva, úgy gondolom akkor emeli a fürdő külső területének szépségét, parkosítással, és így több vendég tud jönni, és esztétikusabb lesz az egész bejövetel a fürdőbe. A topos forrásból megújul a település központjában található régi temető is. Másik helyszínen ennek a projektnek a régi temető, amelyet egy kegyeleti parkká szeretnénk alakítani. Ott is a zöldítés, illetve sétánykialakítás, járdaépítés a projektnek a része. A munkálatokkal várhatóan idén októberben végeznek. Az országos főállatorvos elrendelte a baromfik zárvatartását Magyarország teljes területén, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy tovább csökkenjen az érintkezés lehetősége a vadon élő madarakkal, ezáltal kisebb a kockázata, hogy a baromfi állomány madárinfluenza vírussal fertőződjön. Kevesen ismerik Somogyban Szirmai Márta nevét, a Kaposváron született opera és jazz énekesnő azonban bejárta Európa színpadait. Amilyen csendben és észrevétlenül indult a pályafutása, úgy is ért véget az élete, mondta a róla szerkesztett könyv bemutatóján Hegedűs György. Gyuriról azt kell tudni, bárhova megy a városba, mindenhol viszi a gépét, és az ő képét mutatja utána nekünk, hogy hogyan is látja ő a világot. És valószínűleg, mikor ő már belenéz az objektívbe, akkor ő már tudja, hogy mit szeretne nekünk megmutatni. Mi egész másképpen látjuk a világot, mint ő, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy ő ezt nekünk megmutassa. Sokan fotósként ismerik Kaposváron Hegedűs Györgyöt, aki már több könyvet is szerkesztett. Huán Gyenesről szóló kötetének munkálatai közben találkozott először Szirmai Márta fotójával és nevével. Ekkor kezdte kutatni a művésznő életét, ebben a Magyar Állami Operaházi segítségére volt. 1963-ban lett az operaház tagja, 77-ig, 39 bemutatója volt, ezeknek a listáját megkaptam, néhány képet is kaptam az ő archívumokból, ami nekem nem volt meg. Tehát ez az alapja, és azok a egyes fellépések, műsorfüzetei, prospektusai, amelyek kísérték a pályafutását, én pedig 80 ilyen nagy emlékezetes szerepét találtam meg, amit én is oda tettem az operaházi lista mellé. Szirmai Márta nem csak Budapesten, hanem Bécsben és Kölnben is énekelt. Utóbbi operatársulattal Európa színpadait is járta. Hegedűs György a művésznő életpályáját gyűjtötte össze fotók és interjúk alapján. 120 oldal ellenére én azt hiszem, hogy abból az anyagból, amiből tudtam dolgozni, ez a Márta hagyatéka, hát ez szerteszéjjel volt, az volt a nagyobb munka, ezt kiválogatni, összegyűjteni, és időrendi sorrendben, szakmai súlyozással hoztam össze az anyagot. Szirmai Márta 2015-ben hunyt el Kaposváron. Emlékét a Magyar Kultúra napján bemutatott könyvben és a Takács Gyula megyei és városi könyvtárban nyílt időszaki fotókiállítással is őrzik Kaposváron. Több gasztronómiai programmal is várják a hétvégén a vendégeket a Balatonnál. Zamárdiban a Balatoni Kör szervezésében gasztropiknikre, míg Siófokon farsangi torospartira invitálják az ínyenceket. Az elmúlt évekhez hasonlóan lesz kolbásztöltőverseny, mohácsi busók, fánksütés, kézműves vásár, zenei fellépők és látványdisznóvágás. Akik pihenésre vágynak, azokat a Galérius fürdő várja, ahol 8. alkalommal szervezik meg az országos szaunamesterbajnokságot.
Történelmi sikert aratott a Siófok női kézilabda csapata a hazai bajnokságban. Az eddig veretlen címvédő győri Audi Eto csapatát fogadták szerdán este. A hópárducok parádés játékkal, extra kapus teljesítménnyel diadalmaskodtak a vendégek ellen. Már szinte az első fél időben eldöntötték a mérkőzést, a második játékrészben pedig fegyelmezett játékkal meg is tudták tartani az előnyüket. Ilyen Kobetics bombák, valamint Jezics és Nyombla találatok jellemezték a találkozó első fél idejét. A hazaiak már az első fél időben 9 góllal vezettek. A második játékrészre sikerült ebből az előnyből 5 gólt megtartani, így az eddig veretlen győriek elszenvedték első vereségüket a bajnokságban. Danyi Gábor így értékelte a mérkőzést és a siófokiak játékát. Elsősorban az első fél időben nőtt fölénk, nem is kicsit. Nem tudom az okát, hogy mi volt az, amikor egy fél időben 20 gól körül kapunk. Azt megértem, hogy az ellenfél csapatában kiváló teljesítmények vannak, de amikor a támadójátékunk nem úgy működik, ahogy kell, akkor a védekezésben kellene többet nyújtanunk. Ez ma nagyon nem sikerült, azt kell, hogy mondjam. A hazaiak győzelméhez azonban nem csak az ellenállhatatlan támadójáték, hanem bravúros kapus teljesítmény is kellett. Szikora Melinda, a hazaiak hálóőre, az első félidő hajrájában tulajdonképpen lehúzta a rolót, emellett pedig gólt is lőtt. Egy különleges nap volt ma, fantasztikus voltak a szurkolóink, egy nagyon jó iramú mérkőzést produkáltunk az első fél időben, tényleg minden összejött nekünk, majd a második fél időben taktikusan hosszabb támadásokat vezettünk, ezáltal azt gondolom, hogy a végén tudtunk felülkerekedni a Győr ellen. A hazaiak trénere, tormester így értékelte a győriek elleni győzelmet. Yeah, of course I'm happy. Természetesen elképesztően boldog vagyok a mai mérkőzés miatt. Egy olyan csapatot sikerült legyőznünk, aki nagyon ritkán kap ki. A mai napon minden klappolt, minden tökéletesen sikerült. Minőségi kézilabdát mutattunk 60 percen át. Itt volt ma Szikora Melinda teljesítménye a kapuban, ami egy alapot adott számunkra. Jó volt a támadójátékunk is. Ez egy olyan eleme a játékunknak, ami a múltban akadozott. Ez egy nagyon szép nap számunkra, és összességében a legfontosabb a két pont. Nagyon boldog vagyok most. A Siófok a bravúros győzelemmel megerősítette harmadik helyét a tabellán. A hétvégén azonban már is fontos EHF kupa szereplés vár a csapatra, hiszen vasárnap azzal a Podravkával játszanak idegenben, akivel hazai pályán csak egy döntetlen sikerült kiharcolni. Megjelent az 52. kék szalagverseny kiírása. Az idei megmérettetést július 2. és 4. között 48 órában futják a résztvevő egységek. A versenypálya a hagyományos Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihanyi-Szoros, Keszthely, Tihanyi-Szoros, Balatonfüred lesz. A pontos pályarajzot, a rajt és a célvonal helyét, valamint a kerülendő pályajelek elhelyezkedését és a GPS koordinátáit a versenyutasítás közli. Együttműködés. 10 szálláshelyjel kötött partneri megállapodást a kaposvári virágfürdő. Zöldebb város. 550 millió forintból fejlesztenek Igalban. Kötet mesél Szirmai Mártáról, Hegedis György mutatta be új könyvét. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap is sok napsütés várható, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. A ma esti Miértben a Fonyódi Kolbász Fesztivál lesz a téma. Tartsanak velünk fél 8-kori, szép estét, viszontlátásra!